Nos, sziasztok, megint én vagyok az. Hát végre már egy kis mod update videó, mert van miről végre videót venni. Cségó modról van itt, hát most szó. Most a laggon elepüljetek meg, ugyanis fut egy szerver, meg két darab Minecraft. Gyors megmutatom a lényeget. A lényeg az, hogy megnyomjátok az M betűt, tudjátok, hogy bejön ez a cucc, és ki lehetett választani a csapatot. Akkor most már látszik a skin, és ott az a másik Degubi és én vagyok. És hogyha átjövök ide, most már látjátok, hogy ő terrorista. És itt mit láttok? Hogy itt is terrorista. Hogyha ezt a Degubit pedig átállítom CTV, akkor itt látszik, hogy CT, és itt is látszik, hogy CT. Na most, ez végre megcsinálta azt, hogy lássuk egymásnak a skinjeit, és tudjuk egymásról csapattagok, illetve nem csapattagok. Azt, hogy ez hogy működik ez a rendszer, azt nem mondom el, mert akit érdekel, az csináljon, amit akar. De végre működik, amúgy nagyon egyszerű, csak elmondom, mert hát semmi nagy durranás nincs benne. A inventory-ba, amikor... Ja, meg majd még itt lesz mindjárt érdekesség. Inventory-ba, amikor bejöttök, van a Surreal Inventory, és ide berak egy skin itemet, ezt mindjárt meg is mutatom, hogy hogy van. Ide berak egy skin itemet, ezt természetesen valamiért ki lehet dobni, pedig nem lehet majd. Jó, ez javítva lesz, mert úgy tűnik, hogy ki lehet dobni. Nem tudom miért, valamiért ki lehet dobni. Most olyan az, hogy azt írja, hogy van 100 FPS-en, kurvára nincs, de mindegy. Igen, ez az egyik update, a másik az, hogy csinálunk egy nappalt. És nem az az update, hanem... Hogy a faszomban volt az? Igen, van ez a... Csináltam egy ilyen út blokkot. Na most, hogyha a Minecraft abba hagyja a laggolást és engedi, hogy felvegyem a videót, azt megköszönöm. Tehát látjátok, ez rendes útblokk, semmi izé benne. Majd a sarokban még kell csinálnom egy ilyen izét. És ez alapvetően azért van ilyen textúrája, hogy ne lila fekete legyen. Ide a sarokra még csinálni kell egy ilyen izét, amiben együtt mennek a vonalak. És akkor mondjuk ezt itt így beépítitek. Így. És van a C4, amit hülye voltam, mert kivettem magamtól, és újra kell lépnem, hogy resetáljon egy számlálót. És terrorista vagy. Bombát nagyon-nagyon sokan kérdeztétek, hogy lehet plantolni bombát, úgy kell, hogy shifteltek és jobbklikkeltek. Na most, látjátok, nem történik semmi, ugyanis a bombát a cségóba csak bizonyos helyekre lehet plantolni, és ezt a rendszert kezdtem el kidolgozni úgy, hogyha alattad ez a fajta blokk van, vagy ez, nem tudom már most melyikre működik. Igen, erre nem működik, még erre nem csináltam meg, még csak erre van. Látjátok, már most lehet plantolni. És ott van faszántosan a mi kis picike Bedrock C4-esünk. És látjátok, tehát ide próbálom plantolni, nem engedi, ide próbálom, nem engedi. Még itt a izével van egy bug. Most azt néztem meg, hogy... Nem ez. C4 item, ezt kerestem. Jó. Ne laggoljál már, köszi. Jézus Isten. Nem sokára meg lesz már az új gép, majd itt nem kell faszoskodnom. Ilyen jó lesz. Iko. Cségó. És azt hiszem Simple Road az a neve. Csak hogyha írná. Úristen, bazd meg. Ez a Eclipse, ez úgy lefogja a gépet, úgy bírom. Gyerünk már. Jézus Isten, hallod. Haladjál már, mert videó megy. Na. Ó, mit pöcsölsz itt össze-vissza, régebben úgy bírtad, mint az állat. Na. Most már ide is lehet, látjátok. Faszántosan lerakja a C4-et, úgyhogy most már a C4 az így működik. Illetve nagyon sokan kérdeztek, hogy mire jó a decoy gránát, ami amúgy az újfajta menüben van, tehát az expansionsnél. Azóta már van Kevlar páncél is. Illetve ott egy VP bug. Nagyon jó, skines fegyverek itt vannak, azokat áthelyezgettem ide. Majd lesz ilyen rendes kör alakú menü.
Csak a kör alakú gombok még egyelőre nem megvalósíthatók a jelenlegi technikával, majd ki kell dolgoznom valamit. Kevlar páncél rendesen megveszitek, sebzés még nem véd ki. Tehát maga csak az item van kész, a logikáját még nem tudtam valahogy kidolgozni. De most a decoy gránát az újra van csinálva, amit mondtam. És... eldobod. És most már egy randomba játszik hangokat. És felrobban a végén egy kicsit, tehát... látjátok, egy kicsit robban. Amúgy nem akkora a robbanási területe, mint az effekt volt, tehát sokkal kisebbet robban. Csak a kisebb effektet már nem tudtam beállítani. Amúgy most már... hát... van fizikája, látjátok. És összeszem háromfajta fegyvert bejátszani, tehát... ez most AK. Ez most desert. Igen, van a VP-től hang, van a desert-től. Illetve... a... na, AK, VP, desert. Ennyi van most egyelőre. Hát ezek szerintem ugyanazok. Diffuse kittel gyorsabban tudjátok amúgy felszedni a bombát. Mert... én kirobtam a bombát. Hogy a pecsőmet már hallod? Valamit meg kell... ja, per killeltem volna, akkor kaptam volna. Akkor újra teszi a számlálót, tehát... feltételezzük, hogy itt van ez a útblokk. És most már aránylag pontosabban teszi le a C4-et, mint előzőleg. Elkezditek diffuse-olni. És ez egy kicsit tovább tart. Ez úgy jól néz ki. Diffuse-olod. Egy kicsit tovább tart. És csak le kell lépnem, hogy ne rakjon át máshova. Úgyhogy megint kilépünk, gyorsban visszalépünk. Nyomunk egy embertűt, hogy adjon bombát, mert azt nem lehet venni boltba. Majd magamnak meg sem, hogy lássam venni. Így. Leplantolod. És veszel mondjuk olyat CT-ként, hogy diffuse kit. Sokkal gyorsabban diffúzolja. Ez természetesen rendes játékban nem ilyen gyors a diffúzolás, majd ezek ki lesznek még számolva, mert mindig nincsen kész teljesen a mód. Tehát ez most ilyen. A VP-nek itt nem tudom mi van a textúrjában, azt valószínűleg elkúrtam valamit. Majd ez ki lesz javítva hamarosan a videó után. Hát nem tudom, skin-es fegyverek itt vannak, VP van itt. Az AVP-kit azt sokan kérdeztétek, hogy az mi a picsa, hogyha bent van a 3D-s mod, akkor tudjátok meg, hogy tulajdonképpen mi az az AVP cookie. És nem arra a cookie-ra kell gondolni, hanem a másikra, az angolra. Megmutatom a Kevlart, azt meg ide rendesen berakja. Izét még nem csinált, tehát textúrát nem változtat, mert őszintén megmondom, én cségózok már most. Mióta? Két hete? Őszintén megmondom, én páncét nagyon nem szoktam venni. Mert hogy én beállok egy helyre VP-vel, és akkor ott, hogyha jönnek szembe, én azt szedem kifele sorba, és idejük nagyon nincs meglőni. Egyszer volt az, amikor vettem armort, akkor is hót fölöslegesen, mert akkor a headit kaptam AK-val, hogy nem ért semmit. Azóta nem is veszek, úgy vagyok fel, hogy mi a faszomnak. Illetve most már ilyen blokkok fognak jönni a módba, amik cségóban vannak, ugyanis elkezdtünk dolgozni még egy dolgon, de azt nem lövöm le. Hát, TC módban túl sok mod update az nincsen. Ezek még mindig gyűjtögatnak, én még mindig laggolok. Nem tudom miért van ekkora lag, nézzétek el nekem. Hát akkor szerintem ez itt mostanképpen ennyi lett volna. Mert ezeket akartam csak mutatni. Ja, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és akkor valamikor, majd még, talán, valamikor. Na, ez valamikor majd még vidin, na, erre akarok kiukadni. No, szevasztok!